Azt gondolom, hogy a gasztronómiához, a fesztivál turizmushoz kapcsolódó turizmus az egyik területe ennek a megyének, ahol további fejlődési lehetőség van, de ahhoz, hogy ez a fejlődés meg tudjon mutatkozni, ahhoz szükségesek a Sörfesztivál és Csülökparádéhoz hasonló jellegű fesztiválok megszervezése, ezért én örülök minden ilyen kezdeményezésnek, és azoknak a kezdeményezéseknek, amik már majdhogy nem két évtizede tekintenek vissza, meg azért kell büszkén tekintenünk, mert megvan az a példa, mint amit a többiek tudnak követni. És még azt kell talán megemlítenünk, hogy Békés megyének a legerősebb marketingje is a turizmushoz kapcsolódhat. Nekünk az a célunk, az az érdekünk, Békés megye embereknek az a célja, hogy ha ránk gondolnak, akkor máshol, az ország más területén, a világ más területén, akkor mindenképpen pozitív gondolatokat társítsanak ehhez a megyéhez, ne arra gondoljanak, hogy mi negatív értelembe állunk gazdaságilag, stb. Én is akarom ezt szajkózni, hanem a pozitív gondolatokat kell ehhez a megyéhez kötni, az értékeinket kell bemutatni, az ízeinket kell bemutatni, és tulajdonképpen azt a vendégszeretetet, ami szerintem nagyon meghatározó erre a megyére, és ezért tudunk a turizmus területén a természeti és épített környezet mellett komoly eredményeket elérni. Én szeretném megköszönni Imréjéknek ezt a tevékenységüket. Nyilván ez egy üzleti vállalkozás, de ez azon túlmutató, ez az egész megyéről szól, és én azt kívánom nekik, hogy az idén is egy sikeres rendezvényt tudjanak lebonyolítani. A megye mögöttük áll, mellettük van, és én azt gondolom, hogy az országban az idei eseményen is a jó hírünket fogják vinni. Én köszönöm szépen, hogy ezen a sajtótájékoztatón itt vagyok, és be tudjuk mutatni azt demonstratívvel, hogy mennyire fontos ez a rendezvény az egész megyének.